A 23 éves lányt nagyon zavarja akné és pattanásos arcbőre. Hamarosan egy alapos belgyógyászati kivizsgáláson mérjük fel, mi okozhatja, hogy a pattanások nem múltak el a tinédzserkorral. A leletek elkészülte előtt Zsuzsit a bőrgyógyász szakorvos vizsgálja. Szerencsére nagyon mély hegecskék nincsenek. Zsuzsi bőrén több elváltozás is látható, vannak aktív tünetek, pattanások, illetve régebben lezajlott pattanásoknak a hegei. Nálad egy dermarolle nevezetű kezelést fogunk elvégezni. Ez egy speciális kezelés, ami be tudja indítani a bőrnek a saját kollagén termelését. A kezelés előtt Zsuzsi arcára egy lidokain tartalmú érzéstelenítő krém kerül, ami fél óra alatt teljesen elzsibbasztja a bőrét. Homlokkal fogjuk kezdeni, az a legérzékenyebb terület. Mit érzel? Hát körülbelül annyit, mint amikor a krém bizsergett az arcomon. A dermaroller kezelés az a bőr saját kollagén termelését indítja be. Egy speciális hengerrel végezzük az eljárást, amiből nagyon sok apró pici tű áll ki, és ezt görgetjük végig az arcbőrön. Ennek hatására nagyon sok apró hámsérülés fog jelentkezni, és a bőr beindít egy regenerációs folyamatot, ennek hatására fognak az új kollagénrostok kiépülni. Ez nem egy alkalomban áll, hanem ezt meg kell ismételni, ezt a kezelést, általában havonta egy alkalommal. A dermaroller kezelést követően a bőr gyorsan regenerálódik, az erős bőrpír pedig egy-két nap alatt teljesen elmúlik.